Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik, melynek mai vendége Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója, akivel a nagykunsági kulturális napokról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, készülünk a nagykunsági kulturális napokra, a témával kapcsolatban vendégünk a rendezvény sorozat főszervezője, Szepessy Tibor, a Dériné Kulturális Központ igazgatója, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a televízió nézőket. Minden évben ugye a Nagykunsági Kulturális Napok rendezvénysorozat előtt meghívjuk Önt is egy stúdióinterjúra, hogy mondja el nekünk, mi várható az adott évben a rendezvénysorozattal kapcsolatban. Ugye előfordult, hogy több napos volt a rendezvénysorozat, volt, hogy egy nap volt a főnap, amikor ugye gyakorlatilag egy napba sűrítették be a rendezvényeket. Most, ahogy a plakáton láthatjuk, egy elég széles időintervallumot foglal majd magába. Meséljen nekünk arról, hogy előzetesen hol tartanak a szervezéssel, ugye a plakát már nyilvános megjelent, jövő héten nagykunsági kulturális napok. Így van, és a 25. nagykunsági kulturális napok, tehát egy jubileumi programról van szó, én azt gondolom. Valóban több napos, hiszen keretbe foglalja valamilyen szinten azok a sportprogramok, amelyek, és kezdjük ezzel akkor, amelyek a rendezvénysorozat kapcsán kerülnek megvalósításra. Ugye a két asztali teniszverseny, a Szent István kupa és az Alkotmány kupa rögtön az elején és a végén, amely országos hírűvé nőtte ki magát, az Alkotmány kupa az amatőröknek, a Szent István kupa pedig az igazolt versenyzőknek, és az örömmel mondom, hogy nagyon sokan neveztek, legalábbis ezt lehet hallani a szervezőktől, a Kovács DSE asztali tenisz szakosztályától, és nemzetközi a mezőny, tehát külföldről is várnak versenyzőket. De nem csak az asztali tenisz, hanem az amatőr kosárlabdázók, igazolt kosárlabdázók is megmérettethetik magukat a streetball bajnokságon, a 21-i versenynapon, illetve hát a szokásos horgász versenyre várják a szervezők a téglagyári horgásztavon az érdeklődőket. Tehát ez az a keret, amely meghatározza a kulturális napok rendezvénysorozatát, és hát természetesen a további koncertek, kiállítások, aratófelvonulás, tehát nagyon színes azt gondolom a paletta. Meghívjuk stúdiónkban majd az Arató felvonulás gyakorlatilag főszervezőjét, Margó nénit, aki évtizedek óta szervezi ezt a programot, így erről csak érintőlegesen fogunk beszélni. Augusztus 17-én szerdán lesz a kulturális napok hivatalos megnyitójáról, mit lehet tudnunk? Ugye az ifjúsági házba kerül megrendezésre a megnyitó, ahol rögtön egy kerámia művész kiállítását is megtekinthetik az érdeklődők, és hát utána én azt gondolom, hogy egy nagyon szép és tartalmas koncertre várjuk majd a látogatókat. Tavaly már megpróbáltuk a Városháza udvarát bekapcsolni a kulturális napokon a rendezvénybe, akkor ugye az időjárás meghiúsította ezt a tervünket, nem adtuk föl,
újra megpróbáljuk. Ugye ez egy méltó környezet és egy koncertnek. Nagyon sokan látták már, akik nem pedig azt mondanom, hogy mindenképp nézzék meg a Városháza felújított belső udvarát, hiszen valóban egy ilyen jellegű koncertekre ideális környezet került kialakításra a felújítás kapcsán. Tehát ide várjuk az érdeklődőket, ahol egy érdekes ének együttes, ugye a Forefathers ének együttest szeretnénk vendégül látni, illetve hát látjuk vendégül őket. Ugye ők egy a cappella együttes, tehát mindenféle zenei kíséret nélkül, csak a hangjukkal adják elő ezt a közel egy órás műsorukat. Tehát rossz idő esetén, bocsánat. Ez a megnyitó napja. Igen, hát az időjárásra mindig készülni kell egy szabadtéri rendezvényen. Semmiképp nem szeretnénk, hogyha elmaradna ez az első két napi, hiszen majd a második nap is ugyanezen a helyszínen kerül megrendezésre. De ha rossz idő van, akkor természetesen készülünk rá, és akkor a Dériné Kulturális Központ második emeleti nagy termében kerül majd megrendezésre. Úgy a Forefathers, mint a másnapi szimfonikus zenekar, kamara együttesének és ének karának a fellépése is. Augusztus 19-én ugye kezdődik délután majd a hagyományos ünnepi önkormányzati üléssel az aznapi programsorozat. Mi várható még? Ugye a Városháza dísztermébe kerül megrendezésre az ünnepi önkormányzati ülés, ahol ugye az ilyenkor megszokott augusztus 20-ai díjak kerülnek majd átadásra, illetve az ünnepi műsor is ezen a helyszínen kerül megrendezésre. Az új kenyér szentelés, a kenyér megáldása, ugye ez is évek óta része ennek a programsorozatnak. Eddig volt, előfordult, hogy a múzeumparkban, látogatóközpontban rendezték meg ezt a program elemet, most hol valósul ez meg? Tavaly tanultunk az időjárás viszontagságaiból, ugye pont ez a része volt, és azt gondolom, hogy az ünnepnek ez egy nagyon fontos része az augusztus 20-ai ünnepnek. Pont ez a része volt, amelyet nem igazán tudtunk méltó körülmények között megtartani, hiszen olyan esős időjárás volt, hogy pont ez a rész maradt el. Úgyhogy ebből tanulva úgy gondoltuk, hogy méltó környezetben, az ünnepi önkormányzati ülés keretében kerül megrendezésre a kenyér megszentelése és megáldása. A főnap ugye augusztus 20-a, rendezvénysorozaton belül, erről mit tudhatunk, mennyire lesz mozgalmas ez a nap a város életében? Én azt gondolom, hogy a szokásos mederben fog zajlani, már ami a helyszínt és a fontosabb programokat illeti. Ugye augusztus 20-án a Szent István napi Szentmise körmenettel kezdődik a rendezvény, természetesen megelőzi az augusztus 20-ai ünnepi zászlófelvonás, ezután kerül megrendezésre a Szentmise és a körmenet. Hát majd a délutáni napon ugye valóban a szokásos mederben, hiszen indul az arató felvonulás, amiről majd akkor ezek szerint fognak hallani a kedves televízió nézők. Egy nagyon fontos programelemmel, azt gondolom, kiegészül, és erről majd nyilván Margó fog beszélni, de most a magyar nótát is megpróbáljuk beemelni pont az ő javaslatára ebbe a felvonulásba. Így ezzel a résszel és az utána következő koncertekkel azt gondolom, hogy minden fajta zenei stílus meg fog mutatkozni az augusztus 20-ai programban, hiszen a népművészektől, a kézműves élelmiszer vásárig, én bízom benne, hogy birkapörkölt is fog főzni, tehát a hungarikumtól, a hungarikumoktól, egészen a könnyű zenei koncertekig széles lesz a választék. Az augusztus 20-ai délután, és a természetesen az esti programban is. Tűzijáték lesz. Természetes, azt gondolom, hogy nem múlhat el úgy augusztus 20-a, hogy ne legyen tűzijáték. Ugye előtte is koncert lesz, utána is koncert lesz, úgy szerveztük, hogy a 10 órás tűzijáték, hát addigra már ugye besötétedik augusztus 20-án, tehát a 10 órai tűzijátékot megelőzően fogja ünnepi köszöntőjét Dr. Fazekas Sándor miniszter úr megtartani, utána pedig a tűzijátékot követően kerül megrendezésre a nagy koncert, a Kelemen Kabátban nevű formáció fog egy élő koncertet tartani. És ugye 21-én lesz a zárónap, ez gyakorlatilag a sportról fog szólni. Így van, ahogy mondtam, az elején is keretbe foglalja a sport ezt a hosszú napot, kosárlabda, asztali tenisz, horgászverseny is, egy labdarúgó bajnoki mérkőzés, hiszen elindul a labdarúgó bajnokság is.
Arról adjon nekünk információt még, hogy gyakorlatilag szokás, ugye mivel a főtéren kerül megrendezésre általában a kulturális napok, mit kell tudni a lakosságnak, lesz-e forgalomkorlátozás, útlezárás, minden nap lesz-e, vagy csak a főnapon, főnap után? Ugye a helyszínek azt mutatják, hogy egynapos útlezárást kell kérnünk, ez az augusztus 20-ai napot fogja érinteni. A szokásos rendben, tehát a Kossuth tér és a Kálvin utcának a felső része kerül gyakorlatilag lezárásra, a gimnázium mellett kerül felállításra a színpad, hogy a lovaskocsik, szekerek, traktorok el tudjanak vonulni természetesen a színpad előtt, és hát a tűzijáték ugye az Angyalos kútnál, tehát ez azt mutatja, hogy a Kossuth tér kerül lezárásra gyakorlatilag a szombati teljes napra. Ugye tavaly az időjárás, ezt már ön is említette, nekem veszőparipám ez az időjárás témakör, hogy mi lesz akkor, hogyha ismét olyan idő lesz, mint tavaly. Ugye tavaly egy picit bezavart, készültek a táncosok, készültek a fellépők. Mi a vészforgatókönyv? Nagyon nehéz, tehát nyilván egy arató felvonulás nem lehet fedett helyre vinni. Akkor nem tudunk más tenni, mint ugye a tavalyi évben, hogy egy picit halasztjuk, toljuk, és akkor megpróbálunk olyan programelemeket becsempészni és úgy tologatni, hogy azért amit lehet, azt meg tudjuk rendezni. De hát induljunk ki abból, hogy nem lesz eső. Ugye kétszer nem lehet egymás után követően ugyanazon a rendezvényen rossz idő, tehát én azért nagyon bízom benne, hogy az időjárás most kegyeibe fogad bennünket és a teljes programot az előre eltervezett időrendben és helyszínen tudjuk majd megtartani. Igazgató, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, beszámolt nekünk arról, hogy mi várható majd a jövő héten a nagykunsági kulturális napok programsorozatán. Jó időt kívánunk, és addig is jó munkát és sikeres rendezvénylebonyolítást. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézőim, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, dr. Czap Enikő agyjegyzőasszonyt, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket is, minden kedves érdeklődőt, illetve a kedves televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy megjelent 8 képviselő, távolmaradását bejelentette Pánti Ildikó, dr. Kanalasznagy László és Nagy János képviselők. Az ülés határozott, képes az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket azzal a változtatással, hogy az alábbi napirend kerüljön felvételre. Pótnapirendi pontként javaslat a karcagi többszínű kistérségi társulás szociális szolgáltatók központ család és gyermekjóléti központjának működési támogatás nyújtására. Kérdezem a képviselő hölgyet, urakat, hogy megtetszettek-e kapni ezt a előterjesztést. Igen, köszönöm szépen. Aki a pótnapirendi pont felvételével egyetért, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Van-e valakinek egyéb napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor a teljes napirendet teszem fel szavazásra. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 6. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezt tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt jelenlévők, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel most? Jelenkezést nem látok, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására. Egyébként a soron kívül testületi ülés összehívását azt tette szükségessé, hogy nyilvánvalóan időhöz vagyunk kötve néhány döntéssel, és ezért háborgatjuk a tisztelt képviselőket,
Egyébként is közeledik a szeptember, és most már úgy jó lesz bele lendülni újra, belerázódni ebbe a folyamatba. Nos, akkor nézzük az első napirendi pontukat, ami egy javaslat a Nemzeti Szabadidős Egészséges Sportpark programban való részvételre. Ahogy az írásos anyagból olvashatjuk, 7 sportparkra pályázunk. A pályázat a legnagyobb méreteket célozza meg, 150 négyzetméteres parkokat szeretnénk létrehozni. 100%-os támogatottságú ez a pályázat. Én javaslom, hogy hetet mindenképpen próbáljunk elérni, meglátjuk, hogy mennyi sikerül aztán a pályázat folyamán, és hogyha nyerünk és meg tudjuk, hogy hány pályája van lehetőség, akkor majd egyeztetünk azoknak a térbeli elhelyezéséről. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van egy kérdés, hozzászólás, vélemény. Karcagy Nagy Zoltán képviselő úr, kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Azért kértem szót, hogy elmondjam és tájékoztassam a tisztelt testületet, hogy a jelenlegi testületi ülés előtt a Szociális és Egészségügyi Bizottság is ülést tartott, ahol a napirendi pontok közt szereplő egy napirendi pont került megtárgyalásra. Ezt követően pedig a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsági ülés zajlott le, ahol a teljes anyagát a mai testületi ülésnek átbeszéltük, megtárgyaltuk. A Pénzügyi Bizottság, tehát a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság egyhangulag támogatta, és az összes napirendi pontot és a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs további jelentkezés, szavazzunk az első napirendi pontról. Aki tudja támogatni a sportparkokra történő pályázatot, annak beadását, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk. Javaslat a Kiskulcsosi Általános Iskola tornatermének pályaburkolat felújítására. Nagyon ráfél már az intézmény tornatermének a megújítása, az iskola alapítványa is már legutóbbi bárját is ennek a céljából hozta létre, hogy egy kis pénzmagot gyűjtsenek, és azzal is támogassák ezt a felújítást, de hát ez természetesen édeskevés, így aztán a Karcagi Sport Egyesület pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez, és ahogy az anyagból olvashatjuk, még egy kicsi támogatásra van szükség részünkről, hiszen mint tulajdonos érintettek vagyunk. Egészen pontosan 1.880.302 forint támogatást kér tőlünk a Karcagi Sport Egyesület. Javaslom, hogy ezt adjuk meg számukra, hiszen akkor így megvalósulhatna egy régi álom, hogy a Kiskolcsosi tornateremnek a pályája megújuljon. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk, javaslata a barnamezős területek rehabilitációjára kiírt pályázaton való részvételre. Erzsébet-liget egy részének a rehabilitációja történne meg, 800 millió forintos bruttó keretből, 100%-os támogatottságú a pályázat. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Elsősorban a Volán telep és környékének a rendbetételéről van itt szó. Ez nyilvánvalóan kapcsolódik egy másik ponthoz, egészen pontosan, amiről a kormánynak döntött, hogy a milánói magyar pavilon Karcagra fog kerülni, és a környékét mindenképpen rehabilitálni kell, rendbe kell tenni ahhoz, hogy méltó környezetbe tudjuk elhelyezni. Van egy kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül megtanulat fogadtuk el. Egyedik napirendi pontunk, javaslat a Balacsony-Tördemic községért alapítvány támogatására. Tisztelt képviselőtestület, érdekes lehet ez a dolog, de miután Tördemiccel, annak a településnek a vezetésével nagyon jó viszonyban vagyunk, és nagyon sokat segítettek már a birkafőző fesztiválokon nekünk,
úgy gondoltuk, hogy miután most egy picivel nehezebb a sorsuk, hogy ne mondjam, hogy miért, ez eléggé személyes probléma ott a Tördemic város vezetésében, mindenképpen illő visszasegíteni most nekünk ezt az ő támogatásukat, és egy szerényebb összeget javaslok. Polgármesteri keretből egészen pontosan 199 ezer forintot biztosítsunk számukra. Egyébként a karcagi birkafőzők, illetve a karcagi önkormányzat munkatársai évek óta részt vesznek ezen a rendezvényen, és a tördemiciek, illetve a környékbéliek is nagyon várják azt, hogy megízlelhessék az igazi jó karcagi birkapörköltöt, például amit a odalátogató karcagiak főznek számukra. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. Egyébként, hogyha nem alapítványról lett volna szó, akkor testületre be se kellett volna hozni, saját hatáskörbe is lehetett volna dönteni, de így a korrektem mindenképpen. Ötödik napirendi pontunk, javaslat a Karcag Táncsics körül 15 földszint egy ajtó alatti helyiség, a Klebersberg intézményfenntartó központ karcagi tankerülete részére történő térítésmentes használatba adására. Tisztelt képviselőtestület, szeptember 1-től kezdi meg működését a tankerületi központ. A megyében két helyen van ilyen központ, Szolnokon, illetve Karcagon. És eddig is a Horváth Ferenc úton volt megtalálható a Klik karcagi központja, ami egy kisebb területet fedett le, mint ez a mostani. Nyilvánvalóan, miután nagyobb területen kell dolgozni, a létszám is sokkal magasabb lesz, így egy másik irodahelyiséget kellett a részükre biztosítani. Egyébként ezt meg törvény írja elő, és így a valamikori kummediátor irodáját fogjuk számukra biztosítani, addig, amíg valami más megoldást nem tudunk találni, és ott tudnak berendezkedni. Az idő sürget bennünket, miután mondtam, hogy szeptember 1-től kezdődően ott el kell, hogy kezdődjön a munka. Az informatikai eszközök kapcsolat létrehozása miatt ez volt a legkézenfekvőbb, hogy ott kerüljenek elhelyezésre. Megtekintették, elfogadták, jónak tartották. Remélem, hogy a testület tagjai is jónak tartják ezt. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk következik, és ahogy említettem az ülés elején, ezt zárt ülés keretében tárgyalja meg a tisztelt képviselőtestület, így megkérem mindazon vendégeinket, akik nem tartoznak szorosan a javasolt napirendhez, legyenek kedvesek a termet elhagyni. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, az átülés megtárgyalásának a végére értünk. A testület nyilvános ülés keretében folytatja munkáját. Hetedik napirendi pontunkhoz érkeztünk. Javaslat a Karcagi Többszélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központjának működési támogatás nyújtására. Ezzel a témával, tisztelt képviselőtestület, már foglalkoztunk, hiszen szó volt arról, hogy ismételten egy kötelező feladat hárul ránk, mint járási székhelyre, ennek a központnak a beindítására, létrehozására és elhelyezésére. És amikor már a munkásőrbázis felújítását terveztük és erről döntöttünk korábban, pontosan ennek a megindításáról volt szó. Még egy kis anyagi támogatást szükségeltetik a Karcagi Többszélű Kistérségi Társulás számára, hogy a munkák befejeződjenek, illetve még azok a berendezések és minden olyan kellék, ami egy központ beindításához kell, az rendelkezésre álljon. Ezért javaslom és javasolja az előterjesztés is, hogy egy 10 millió forinttal segítsük meg a Karcagi Többszélű Kistérségi Társulást, már csak azért is, mert korábban 40 millió forintot vontunk el tőlük, úgyhogy gyakorlatilag most egy pici részét visszajuttatjuk ahhoz, hogy ez a centrum, ez a központ megkezdhesse működését. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen.
nem tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a mai napirendi pontoknak a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2016. szeptember 29-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek esetleg erre az ülésre napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, megköszönöm a testület tagjainak a megjelenését, a hivatal munkáját, a kedves televízió nézők figyelmét, minden kedves meghívottnak a megjelenését. További nagyon szép nyári vakációt kívánok mindenkinek, jó pihenést a mai napra és jó szurkolást az olimpia kapcsán. A mai ülést ezennel bezárom. Köszöntöm nézőinket, a református templomban vagyunk, Pánti Ildikó képviselőasszonnyal beszélgetünk, hiszen a választókörzet számára ismét megszervezte az unokáktól a nagyszülőkig program keretében a városismereti sétát. Ez a mai már az utolsó állomás, de mely templomokban jártak? Én is köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és elmondhatjuk azt, hogy a város valamennyi templomát, templomépületét az elmúlt néhány hétben a nyár folyamán sikerült megtekinteni az érdeklődő választókerületi, illetve városlakókkal. Elsőként a görögkeleti templomot tekintettük meg, azt követte a zsinagóga, a katolikus, a római katolikus templom, és most itt vagyunk a református templom épületében. Ez városismereti sétánk utolsó állomása. Mi is több alkalommal voltunk, és tényleg nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, tehát akik eljöttek, azok olyan információval gazdagodtak, amit nem is tudtak esetleg az adott templomról. Igen, valóban én is azt tapasztaltam, hogy az emberek itt élnek, itt vagyunk a városban, elmegyünk a templom épületei mellett, vagy esetleg rendszeresen járnak Isten tiszteletekre, szentmisékre, de esetleg kevésbé tájékozottak a templom történetéről, annak a hitközségnek az életéről, kialakulásáról a városban, illetve a helyismereti tájékoztató során szóba került minden alkalommal a temetők története is, illetve a különböző felekezeti lakossági csoportok története is a városban, hogyan miként alakult. És ez úgy látom, hogy érdeklődésre adott számot, amelyet valamennyien érdeklődéssel hallgattunk. Minden alkalommal Elek György helytörténeti kutató beszélt a történetéről a dolgoknak, a templomoknak és a temetőknek, és minden helyszínen az adott hitközségnek az első embere, vezetője, elnöke pedig a saját lelki életükről. Igen, örömmel tapasztaltuk azt, hogy valamennyi felekezeti közösségnek az elnöke mindenkor nagyon szívesen fogadta az ott létünket, az érdeklődősünket a templom iránt, és valamennyien mindenkor megtiszteltek szíves jelenlétükkel. Örömmel fogadták, és úgy érzem, hogy ez is egyfajta együvé tartozást is jelent a település életében. Akkor most a városismereti séták erre a nyára befejeződnek, de akkor találkozunk jövőre a folytatásban. Igen, köszönöm a média érdeklődését, mert mindenkor megvolt, és bízom benne, hogy az érdeklődésből adódóan lesz lehetőség a továbbiakban folytatni. Köszönöm szépen az érdeklődést. Mi is köszönjük. Ismételten nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy újabb, nagyon szép templomba, a református nagy templomban vagyunk. Köszöntöm kedves vendéglátóinkat, akik bennünket szeretettel, szíves szóval fogadtak. Fazakas Márk tiszteletes urat, aki nemrégen van itt a városunkban, örülünk,
hogy az egyházközség tagjaként és majd néhány szóban ő is köszönt, illetve a befejezés követően pedig az egyházközösség jelenéről fog néhány szót szólni. Ismételten köszöntöm a kedves jelenlévőket, és örülök, hogy ilyen szép számmal elfogadták ismételten a meghívásunkat. Azt is el kell mondani, hogy két nagy klub a mai napon indult Erdélyi körútra, illetve Dunántúli körútra, tehát többen ebből adódóan jelezték, hogy így nem tudnak jelen lenni. Köszöntöm ismételten helytörténészünket, aki gondolom, hogy nagyon felkészült a templom, és mindarról, amiről szólni kíván, és köszöntöm a médiát, amely végigkísérte jelenlétével az utunkat, hiszen az elmúlt hetekben, a nyári szünidőben, hogy így mondjam, megtekintettük és megismerhettük a városban lévő templomépületek történetét vele együtt, azoknak a közösségeknek a történetét, akik kötődnek, és oly sok mindenről én úgy érzem, hogy kaphatunk információt, és talán egy kicsit most már másként megyünk el ezek mellett, az épületek mellett, vagy esetleg, ha ott vagyunk Isten tiszteleten, Szentmisén, akkor sok-sok minden felidéződik a hallottakról. Nem mondom azt, hogy a városismereti sétánk véget ért. Szeptember hónapban még tervezzük a Patika Múzeum, ami várat magára, és ami korábban is említésre került az érdeklődésnek megfelelően, és van még egy-két olyan helytörténeti nevezetesség, amit én úgy érzek, hogy szívesen megtekintünk. Ennek a reményében mindenkinek még egyszer megköszönöm a szíves érdeklődést, és akkor átadom először tiszteletes úrnak, néhány gondolattal köszön bennünket, majd azt követően helytörténészünk mondja el gondolatait. Áldás békesség, szép jó napot kívánok mindannyiuknak. Először is engedjék meg, hogy nagy-nagy szeretettel köszöntsem önöket. Nem csak a saját nevemben, hanem a Karszagi Református Egyházközség presbitériumának, illetve az egész nagyobb gyülekezetnek vagy közösségnek a nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket. Nagy örömünkre szolgál az, hogy a Református Egyházközség és azon belül is kiváltképp a nagy templom is helyszínévé válhatott egy megállójává ennek az úgynevezett városismereti séta program sorozatnak. Rövid előjáróban éppen csak köszönteni szerettem volna önöket, és majd pedig Ruzicska Ferenc helytörténész úr előadását követően, mely a múltba tekint, az igen gazdag múltba, azt követően éppen néhány szóban szeretnék szólni a gyülekezetnek a jelen helyzetéről is. Addig is kérem, fogadják meg szeretettel helytörténész urat. Az előzőekben hallottuk, hogy elég nagy helytörténet kutató volt az, aki végigkísérte a választókörzetet ebben a négy templomban, és most a református templomban vagyunk. Mit fog elmondani Dióhéjban a református egyház történetéről és a templomról? Hát ugyanaz a felépítés lesz az előadásnak, mint korábbiakban. Tehát a gyülekezet történetéről lesz szó, a templom történet az építéséről. Hát tudjuk, hogy a gyülekezet a 16. század végén létesült, ez még ismeretlenség homályába vész, de aztán a 17. századtól kezdve ismerik a lelkipásztorokat, akik itt szolgáltak, illetve hogy akkor épült fel az első karcagi templom ennek a templomnak a helyén, ahol most állunk. Hát ez a török hódoltságnak az eléggé zavaros, meg zivataros időszakában végig kiszolgálta a gyülekezetet. Körülbelül 1618-tól 1743-ig állott fenn, de akkor már nagyon gyenge állapotú volt az 1740-es években, ezért lebontották. És a tilalom, mert akkor indult ugye a ellenreformáció nagyon keményen, tehát egy újabb hulláma nagyon keményen, akkor a tilalom ellenére a karcagiak építettek egy újabbat, hol épült, hol a tilalom miatt nem volt szabad építeni, így aztán nem sikerült valami fényesre a felépítmény. Így ezért volt az, hogy az 1790-es évek, sőt már 80-as évek végén vaskapcsukkal kellett megerősíteni a falait, a bortozatát, stb. És akkor 1793-ban, pontosabban 91
ettől már gondolkodnak rajta, hogy 93-ban megszületett a döntés, hogy egy új templomot kell építeni, és akkor itt lebontották azt a régit, és épült ez a jelenlegi templom, hogy 1795. novemberében avattak, illetve szenteltek fel, 10 gyermek megkeresztelésével egybekötve. Hát azóta a templom felépítmény az változatlan, tehát maga a hajóé, a tornyon voltak változtatások, meg hát az olyan romlandó állagú dolgok, mint a tető, gerendázata, stb. A toronynak a mostani formáját, amit ugye mindenki lát, a 19. század elején hozták létre, vagy alakították ki ilyenre. A korábbit nem tudom, hogy milyen volt, tehát az új templomnak a tornya nem tudom, hogy milyen volt, de itt a fő lényege ugye az a kerengő rajta, az a tűzőrnek a helye, ami egészen 1955-ig szolgált. Sőt, megemlítem, hogy amikor a II. Világháborúban torony belövést kapott többet is a német ellentámadás idején, akkor a város vállalta magára, mivel hogy tűzőrséget akar felállítani, vagy továbbra is működhetni, a város vállalta a tornynak a rendbehozását, tehát a városnak a pénzén rekták rendbe, az összes többit az egyház. Néhány adatot tudunk esetleg mondani a templomról, hogy hány férőhelyes, mekkora a belmagassága, tehát esetleg néhány adatot tud-e mondani? Igen, a hossza 50 méter, a belső hossza, a belmagassága az 16 méter, innen a fenti a kupola, vagy nem kupola elnézést, a boldívnak a legmélyebb pontjáig. Akkor a szélesség az 20 méter, és Nagy Kálmán Esperes úr mondta nekem még annó, hogy kiszámolták, hogy tokkal vonóval, tehát hogyha állva ülő helyeket megnézünk, meg mindent elfoglalnak, akkor 3600-an férnek el benne. Hát reméljük, hogy egyszer lesznek még ennyien, hiszen azért volt már alkalom, amikor koncerteken nagyon sokan voltak. Köszönjük szépen! Kérem! Köszöntöm nézőinket, Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgetünk a legszebb konyhakertek ötletgazdájával, és hát hol is máshol egy szép kertben. Lassan végéhez közelednek az értékelések. Hányan neveztek idén Karcagon? Az idén Karcagon 72-en neveztek, 72 gyönyörű kertet mondhatunk magunkénak, és így van, ez már a második kertbejárás, hiszen kétszer kell a kerteket szemlézni, és most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy másodjára is megnézzük a kerteket. Mit alakultak, hol tartanak, és a kertgazdák elmondhassák a végső tanulságokat erről az évről, elmondhassák, hogy mi volt a legszebb, legjobb termés, beszámolhassanak arról, hogy mi az, amit nem sikerült, és az első kertszemle óta milyen változás történt a kertben. Akkor azért ez nagyon szép szám, ez a 72, de biztos vannak benne újak is, hiszen azért minden évben vannak újak, akik csatlakoznak, és vannak, akik azért minden évben gyönyörű kertet varázsolnak. Így van, megvannak a régi hűséges jelentkezők és nevezők, és most pontosan egy olyan új kertben vagyunk, amire nagyon büszke vagyok, hiszen új kert, de hát nagyon-nagyon szép, és gyönyörű, és nagyon boldog vagyok, hogy végül is úgy döntött a kertgazda, hogy nevezett, és megmutatja nekünk a kertjét, példát adva ezzel, hogy hogyan is lehet egy hatalmas zárt kertet ilyen szép rendben, ilyen gyümölcsözővé tenni. Én bízom abban, hogy az ő példáján okulva többen nekilátnak, és ha esetleg nem olyan szép az zárt kertjük, vagy nem művelik, elkezdik azt művelni, ha pedig az udvarukon nincs konyhakert, akkor ennek példáján, illetve a többi versenyző és nevező példáján kialakítanak egy kis konyhakertet, és megtermelik maguknak a zöldséget, gyümölcsöt. Minden évben van valami újdonság. Én Kenderesen voltam a múltkor a Fogadj Örökbe egy kertet mozgalom keretében. Nem tudom, hogy Karcagon van-e ilyen most. Így van, természetesen van. Egy zárt kertet fogadtak örökbe. Ennek külön örülök, hiszen egy zárt kertet megművelni, különösen egy idős embernek, egy idős házaspárnak mindig nagy feladatot jelent, és így egy néninek a kertjét fogadták örökbe. A Szent Anna is sok és művelik, egészen szépen, tehát nagyon sikerült elkapni azt a pontot, amikor a kertet még nem kell úgymond a nagy gazból kitakarítani, hanem jó arányban művelés alá lehet vonni.
Tehát akkor a szenttanásokról már beszéltünk, de beszéljünk egy picit a iskolásokról, a kisebbekről és az óvisokról, hiszen minden évben megcsodáljuk a kicsiknek a kertjét is, akik ugyanolyan gondossággal mindent megtesznek azért, hogy gyönyörű legyen a kertjük, mint a felnőttek. Így van, büszke vagyok arra, hogy Karcagnak szinte valamennyi óvodája nevezett ebben a versenyben, és így sikerült a legfiatalabb generációt is bevonni ebbe a mozgalomba. Nagyon fontos, hogyha a gyerekek kiskorban, minél kisebb korban megismerkedhessenek a konyhakertészkedés művészetével, megszeressék azt, hiszen ez meghatározó lesz majd az életük következő szakaszában is. Erre pontosan van most egy példánk, hiszen van egy olyan kislány, akit majd meg fogunk látogatni, aki óvodás korában szerette a kertészkedést, a szimóvodás korában, szimóvodában járt, ott konyhakertészkedtek, és bizony most már iskolás korában ő saját kertet művel. Én úgy gondolom, ezek azok az eredmények, amik igazán bizonyítják azt, hogy mennyire fontos és mennyire szükségszerű ez a program. Tehát összegezve Karcag óvodái, iskolái nagyon aktívan részt vesznek ebben a programban, és én bízom abban, hogy ebben majd 5-10-15-20 év múlva meg lesz az eredménye, amikor ezek a gyerekek felnőttek lesznek, mind-mind gyönyörű konyhakerttel fognak majd büszkélkedni. És hát, hogy hogyan is művelik a kertet, azt hamarosan meg fogjuk tudni. A Jónás család kertjének a végében beszélgettünk most, úgyhogy mindjárt beszélgettünk velük, de a végén meg azt szeretném megkérdezni, mikor lesz az eredményhirdetés. Tehát most azt hallottuk, hogy másodszor is megnézi a zsűri a kerteket, de mikor lesz az eredményhirdetés? Augusztus végére minden kert programban résztvevő településnek, így Karcagnak is meg kell hoznia a helyi eredményt, hiszen az országos díjra jelölésnek a határideje szeptember 5-e. Tehát addig mi tudjuk az eredményeket, de ezt a karcagiaknak csak szeptember végén a Lovasnapok rendezvény sorozat keretén belül, ahogyan eddig is tettük, fogjuk kihirdetni, úgyhogy addig mindenki izgulhat, de azért gondolom, hogy még gondozza a kertjét, és ekkor fogunk eredményt hirdetni, ki lett az első, második, harmadik, vagy külön díjas, de én úgy gondolom, hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy 72 olyan kert van, aki fölvállalta ezt a versenyt, megmutatja a kertjét azért, hogy ne csak 72-en nevezzenek, hanem minél többen, illetve hogyha nem is nevez valaki, de kertészkedjen, és az a lényeg. Reméljük, hogy jövőre még többen lesznek, és esetleg elérjük azt a bűvös százas számot is. Reménykedjünk ebben, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, és köszönöm a nevezéseket, és gratulálok a karcagi kertészkedőknek. Jónás Sándorékkal beszélgettünk, a Komisz 2 kertben van az önök kertje. Mióta vásárolták meg ezt a kertet? Hát végül is ezt nem vásároltuk, hanem a szüleim hagyták ránk, ugye. Ők gondozták az előtt, csak ugye, hogy eltávoztak az élők sorából, így maradt ránk. Ugye ez tudni kell, hogy ez tehát nem volt benne fa semmi, ez csak ők saját maguknak ilyen, tehát jószággal foglalkoztak, és azt élték, tehát a jószág takarmányra hasznosították. Na most, mikor mi átvettük, utána ugye, tehát mivel nekünk nincs jószág, ugye iparos ember vagyok, már most nyugdíjas, áll a Jóisten, és befásítottuk 5 évvel ezelőtt, és utána hát megpróbáltunk intenzíven foglalkozni tehát a konyhakerti növényekkel. Először keveset, majd utána többet, minél többet is. Most meg szinte már majdnem az egészet beveteményeztük, és különféle veteményekkel, burgonya, hagyma, tehát ami a konyhakertbe, vagyis ami a konyhára kell, tehát nem kell piacra menni és venni, tehát saját magunknak megtermeljük. És egyébként ez napi szinten milyen elfoglaltságot jelent, hiszen ez mekkora terület? Hát ez olyan 1000 négyzetméter körülbelül. Hát napi szinten általában 1 óra, hossza másfél. Ugye kiszaladok, hát általában ugye mindig úgy jövök ki, hogy a kapa nélkül, meg gerebje nélkül nem lehet kijönni, mert ugye ha egy kis gyom van, az ki kell ütni se perc alatt, mert hogyha ráhagyja az ember, akkor utána egy nagy csomó gaz le van belőle. És a kert szerintem úgy szép, hogyha a kultúrnövény van benne, nem a gyom, a gyomnak máshol a helye. És egyébként mi az újdonság? Tehát van-e olyan dolog, amit most csak idén vetettek, és korábban nem, vagy inkább csak azokat, amit mindenki? Hát általában mindent, azt a régi terményeket vetettük, vagy növényeket, de újdonság van, de a feleségem tudná ezt megmondani.
Akkor majd őt mindjárt kifaggatjuk arról, de egy picit arról beszéljünk, hogy mennyire biokertes, tehát mondjuk mennyire vegyszereznek, vagy mennyire próbálnak biomódon. Amennyire csak lehet, mert teljes mértékben kizárnánk a vegyszer, de sajnos még nem lehet. Tehát tanulnunk kell, hogy mivel lehet permetezni, tehát csalánnal, vagy ehhez hasonló oldatokat kellene, tehát ahhoz még fel kell nőnünk, mert még gyakoroljuk, nem igazán hatásos. Van ilyen úgynevezett ez a sárga lapcsapda, azt viszont használjuk a karalábénál, az elég jó bevált. Tavaly megkezdtem, és az idén az elég jó fogja a kártevőket. Úgyhogy mindent őhöz teszek egyet-egyet, majd később meg is látni, hogy ott van, és az nem nagyon permetezem. Hát akkor igyekszik mindig mindent újítani, megtanulni másoktól esetleg. Egyébként milyen gyümölcsök vannak? Tehát itt látom, hogy szilvák, de mi van, ami már esetleg a polcokon van? Hát szilva, ez kimondott szilva, különböző fajta, tehát a veres szilvától a kék szilva, meg hát ilyen fürtös szilva, ott majd lehet látni, van három fa, és a többi szinte ilyen ringló. Tehát egyfajta izé, tehát nem kínlódok különféle izékkel, hogy alma, meg ez az, mert végül is a szilvát jobban szeretjük, meg hát őszintén megmondva a levét is. Tehát minden fajtáját akkor. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen sikeres a kertészkedésük, és sok-sok mindent termeljenek meg még sok éven át. Nagyon szépen köszönöm. Jónás Sándor, Ágikával beszélgetünk arról, hogy mi minden van már a kamra polcon, hiszen átpasszolta a férjének ezt a válaszadási lehetőséget. Hát már most egy csomó paradicsomot beraktam, szilva is van már berakva, úgyhogy még majd most következnek még a sóskát, meg spenótot, mert most az idén azt vetettem először, meg édeskömény, de még azt még most szokjuk, mert szokatlan a íze. Úgyhogy még majd most lesz, még van késői szilva, ami majd október végén érik, meg az nagyon finom, majd azt akarom, a többi meg megy majd a cefrébe. Hát gondolom, hogy borsó ilyesmi, tehát a tavasziak azok lesz. Már benne vannak a fagyasztóban. Igen, hát borsót azt beraktam már a fagyasztóban, mert hát egész évre, akkor zöld babot rengeteget beraktam, mert annyit termett most az idén, hogy most tényleg nagyon jó. Már a hagyma az otthon van, mert már fel kellett szedni, akkor zöldbab, vagy a szárazbab is már most hazavittük, úgyhogy mindent vetettünk, sárgarépa, zöldséget, karalábét, a paradicsomot azt még majd most kell megint leszedni, paprikát, erős paprikát, zellert, mindent, ami csak kell a konyhára, mindent próbálkozunk. Egyébként gondolom nem számoltam még úgy ki forintálisan, de hogyha ezt mindent meg kellene venni, akkor ez sokkal többe kerülne. Hát nem számoltam ki, de hát az ember saját magának jót akar, akkor meg van rá lehetőség, akkor én azt mondom, hogy termeljük meg. Eddig nem termeltünk, nem foglalkoztunk, mert ugye más tevékenységet csináltunk, azt most mióta nyugdíjasok vagyunk, azóta foglalkozunk a kerttel. De hát jó, van amellett még mást is csinálunk, de főleg ezt. Férjem az meg nagyon szereti csinálni most már a kertet. Közben megérkezett egy kicsit az eső is esik ránk, de ezt gondolom, hogy erre a szárazföldre most tökéletesen jókor jön. Úgyhogy én azt kívánom, hogy sok-sok minden kerüljön meg innen a kamra polcra. Hát mindent be akarok rakni, mert most még a sütőtök még majd most érik, most kezd, akkor még mindig van paprikám, paradicsom, majd most még szedünk le, meg még a sárgarép, a zöldség, szóval még ezután jönnek ezek a dolgok. Úgyhogy még cékla, az is még most érik, a krumpli is van két csapatban is, úgyhogy még ezek. Úgyhogy húson kívül minden megterem most már. Hát megigyekszünk, úgyhogy majd csak. Meg még tanulgatjuk ezt, azt, hogy ne nagyon kelljen permetezni. Nem is nagyon akarunk permetezni, mert azért szoktunk, ami fölösleg, azt ott a dolgozóknak is szétosztjuk meg. Meg megcsinálom csalamádét, csináltam uborkát, beraktam egy nagy csomót, úgyhogy ami nem, azt meg szétosztom, akinek esetleg úgy gondolom, hogy hát jó jön. Így van, ne adjon ki érte pénzt. Hát.
De akkor én azt kívánom, hogy akkor még sok-sok éven át tudják ezt a kertet művelni, és hát reméljük, hogy majd a zsűri is úgy ítéli meg, hogy szép a kertjük. Majd meglátjuk, hogy mi szól a zsűri hozzá, hogy tetszik, mert hát én is, ahogy elnézem, itt jövünk, megyünk, hát nagyon sok kertre ráférne. És nem is engedném azt, hogy hát mindenféle ezért vessenek. Uh-huh. Ez konyhakert, zárt kert, szerintem vissza kéne állítani, hogy termelje meg mindenki saját magának, mert a mai világban megvenni, hát, de van, aki azt mondja, hogy olcsóbban megveszi. Na, de az nem biztos, hogy olyan, mint a miénk, amit megtermelünk. Mert én is próbáltam, nem mindig tudtam megtermelni, és bizony más az íze. Jó, mert azt is megettük, megeszi az ember, nem hal meg tőle, de azért, amit saját magunk megtermelünk, én szerintem az biztos, hogy jobb ízű. Meg hát tudja, hogy benne van a sok munkája, hát tehát egy picit még van, attól is hát finomabb. Igen, mert azért az, hogy mostan én dolgoztam meg érte, ezt tudom, hogy hát milyen, és nem az, hogy hát hú, fene tudja, hogy honnan való. Ezt tudom, hogy ezt én termeltem, meg van a palántot is, én nevelem, az akkor tudom, hogy milyen. Jó ízű, finom, az, akkor tudom, hogy mit eszek. De én azt kell, hogy még sokáig kóstolhassa a saját termését. Köszönjük szépen. Hát mi is köszönjük szépen, és hát igyekszünk. Reméljük, hogy még sokáig tudjuk művelni. Akkor egészségünkre, és a kertre. Meg hát így a van. Jól dolgozó gazdákra, egészségünkre is. ...2016 Semmelweis napi ünnepségünket tartjuk ma. Ez alkalommal szeretettel köszöntök minden megjelen résztvevőt a kórházunk névadójának, Kátai Gábor sírjánál vagyunk és emlékezünk meg. Kátai Gábor gyógyszerész, orvos, megyei tiszti főorvos, született 1831. október 4-én, Karcagon. Kátai Gábor és Vince Sára gyermekeként. 12 éves koráig tanulmányait folytatta, majd édesapja földműveléssel foglalkozott, és úgy gondolták, hogy segítségére lesz a családnak. 2 év után viszont észrevették jó képességét, tanulási képességét, és a helyi patikába, a Follai József patikájába íratták be, adták be dolgozni, ahol hamar megszerette ezt a tevékenységét, és 1848-ban már szakgyógyszerészeti képesítést szerzett. 3 évig dolgozott itt, és ezt követően jelentkezett Budapesti Egyetem gyógyszerészeti karára 1851-ben, ahol az első évet Budapesten végezte, a második évet pedig Bécsben. Érdekessége, hogy Bécsben vizsgáit latin nyelven tette meg, nem németül. Innen ismét özvegy Follai Józsefnél hazahívta Karcagra, hogy patikájának a vezetője legyen. Ezekben az években karcagi patikán kívül Törökszent Miklóson, Szolnokon, tiszafüredi patikák vezetését is felvállalta. 1856-ban úgy gondolta, hogy elvégzi az orvosi egyetemet is, és beiratkozott a Budapesti Egyetem Orvosi Egyetemre, ahol 1860-ban meg is szerezte a diplomáját. Ebben az évben ismét Karcagra került, a nagykunoknak a főorvosa lett. Szorgalmasan dolgozott, számtalan közleménye volt, és 1861-ben a Magyar Földtani Társaság tagjai közé választotta. 1865-ben pedig a Királyi Magyar Természettudományi Társaságnak lett az első titkára. Ez a tevékenysége Budapestre szólította ismét, ahol ellátta ezt a feladatát. 1868-ban a Magyar Egészségügyi Társaság rendkívüli tagjai közé sorolták, választották, és még ebbe az évben ismét Karcagra került, ahol a Nagykun főorvosi tisztségét látta el közel 10 évig.
1873-ban, a nagy kolera járvány idejében miniszteri biztossá nevezték ki, Karcag, illetve környéke, Kecskemét, Pest megye miniszteri biztosi feladatait látta el. 1877-ben a Jász-Nagykun Szolnok megye megalapításának évében elsőként választották meg megye tiszti főorvosára. 1878-ban viszont Kunszentmártonban tragikus hirtelenséggel szerzett szívbetegségben szenvedett és elhunyt február 28-án. Számos tudományos közleménye jelent meg mind a gyógyszerészeti, mind az orvosi heti lapokban, és ehhez hasonló tudományos lapoknak volt szerkesztője, munkatársa. Munkásságát jellemzi, hogy több mint 2300-as kötete volt a könyvtárának, saját könyvtárának. 1990-től a Karcagi Kórház névadójává választotta, és azóta Kátai Gábor kórházként hívjuk a Karcagi Kórházat. Kegyeletét örökre emlékezünk. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik, melyben az Arató felvonulásról a felvonulás főszervezőjével, Kálmán Imréné Markó nénivel beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, készülünk a Nagykunsági Kulturális Napok rendezvénysorozatára itt Karcagon. A rendezvény sorozat egyik fontos programeleme az Arató felvonulás. A témával kapcsolatban mai vendégünk Kálmán Imréné Margó néni, aki évek óta, évtizedek óta fő szervezője ennek a rendezvénynek. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, Margó néni, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a televízió munkatársait, meg persze a nézőket is. Margó néni úgy jött el hozzánk, ahogy szokott minden évben, erre a stúdió interjúra, hozott magával kellékeket, hozott nekünk új kenyeret, ami ugye még meleg, ahogy idehozta, illetve egy fakanalat. Egy-egy fakanalat kaptunk még Margó nénitől. Mit jelképez ez a fakanál, nemzeti színű szalaggal átkötve? Igen, ez talán az én korosztályomnak, meg a nálam idősebb korosztálynak már nem újság, illetve még nem újság, de újság viszont a fiataloknak, mert ha visszaemlékezünk rá valamikor ugye az én gyerekkoromra, itt a főtéren egy hatalmas korzó volt minden vasárnap, szombaton, ünnepnapokkor, és augusztus 20-a nagyon nagy ünnepnek számított Karcagon, mert olyankor aztán szólt a szívküldi szívnek szívesen, meg természetesen ott lapult a fakanál a fiúknak a zsebében, vagy éppen az ingük alatt, és ha nehogy Isten jöttek a lányok, mert ugye 4-5 lány jött egyszerre egy sorba összekarolva, védték is magukat, de bizony csak elcsattant az a bizonyos kisebb fajta, nagyobb fajta ütés, amit a fiúk ugye mértek a lányokra hátulról. Ez hozzátartozott az ünnephez, ezt úgy hívtuk annak idején, hogy fakanalas augusztus 20-a, fakanalas ünnep. Hát ez a hagyomány már nem él úgy, mint annak idején, de úgy gondoltuk mi még, hogy az Arató felvonuláson hát teret adunk ennek a bizonyos fakanál használatnak, úgyhogy osztunk a felvonulók között, illetve a hajtógépvezetők között, és amikor szabaddá váltak a hajtógépvezetők, vagy éppen a felvonulók, akkor nyugodtan használhatják a fakanalukat, akár a barátnőjüknél, persze a fiúkra gondolok, de szívesen használják ám a lányok is. Viszont a mai egyenlőség jegyében, így ugye? Így van, úgyhogy ez a jelentősége ennek a fanálnak. Margó néni, beszéljünk az idei Arató felvonulásról, ugye egy hét van gyakorlatilag, hát valamivel több, mint egy hét a rendezvényig, hol tart most a szervezéssel, ugye elmondta már nekünk régebben is Margó néni, hogy elég nehéz összeszervezni ezt a rendezvényt. Hol tart most a szervezéssel?
Valóban igaz, számtalan akadálya van, de erre én most nem is akarok már kitérni, hiszen ez minden évben ugyanígy van. Viszont szólnom kell arról, hogy azok a hajtók, gépvezetők, és gondolok itt arra a 12 kocsira, vagy éppen arra a 22 hatalmas nagy járműre, ahol azt szoktam mondani, hogy a múlt is jelen van, meg a jövő is jelen van már. Ezek az emberek már most 3-4 éve folyamatosan várják a meghívást a felvonulásra. Ez borzasztó örömmel tölt el, hogy nem egy alkalommal, és nem bánják, hogy készülni kell, várnak rá, tartanak rá, és szívesen jönnek, amikor hívom őket. És ez nekem azért nagy öröm. Most mit lehet tudni, körülbelül mekkora lesz ez a felvonulás? Vannak-e még, vagy lesznek-e, várhatóak-e még új csatlakozók? Hogy áll most föl ez a menet? Igen, új csatlakozást mindig elfogadunk, még az utolsó pillanatban, és ezért én mindig rátartok egy-két kocsit, hogy azért föl tudjanak ülni, akiknek menet közben kedve van arra, hogy igenis részt vegyenek a felvonulásba. Újdonságként a programunkban ugye szokáshoz ugyanaz nem újdonság, mert minden évben megtisztelnek bennünket a Dérindi Művelődési Központnak a táncosai, és ugye a tiszafüredi táncosok is egy nagyon szép műsort adnak a kereszteződésekbe. Ez már hagyomány, és ez hozzátartozik, mert nagyon várják azok az emberek, akik ott akkor vannak az útkereszteződésekbe, hiszen nekik az a délután akkor egy igazi nagy program. Másik érdekesség, hogy sikerült megnyernünk egy nótaénekest is, aki ugye egy nagyon szép nótablokkal fog majd ott közreműködni. Én úgy gondolom, hogy ha elhangzik Karcagon egy magyar nóta, az minden szívet megdobogtat. Azt mindenki nagyon nagy szeretettel fogadja. Ez és hol várható, bocsánat, ez a nóta csokor? Minden kereszteződésben, és utána ugye a központi folklor résznél, a gimnáziumnál, a nagy színpad előtt, ott is lesz egy nagyon szép nótablokk. Hát bízom benne, hogy nem csak nekem fog tetszeni, hanem mindenkinek. Amire büszke vagyok még, és erre muszáj, hogy kitérjek, ez tulajdonképpen a 25. arató felvonulásunk. És igen, egy kicsit elérzékenyülök, mert valamikor 1986-ban összeültünk mi fiatalok, és akkor a megalapításnál nagyon nagy szerepe volt abban, és ezért mindig hálás leszek ennek a két embernek, és ez pedig Tanka István, vállalkozó, és Kelemen Imre, aki most nyugdíjas éveit tölti otthon. Nagy szerepe volt még ebbe, most nagyon beteg, nem tud részt venni már a felvonulásba Nagy Bandi bácsinak. Na és persze azoknak a kollégáknak, munkatársaknak, akik akkoriban bennünket támogattak. Nem gondoltuk, akkor még mi fiatalok, hogy egyszer majd eljön az az időszak, amikor vissza is emlékezzünk, de talán én úgy érzem, hogy még előre egy kicsit tudunk még korunknál fogva is gondolni. Hát én bízom benne, hogy tán 10 év múlva is sor kerül még a felvonulásra. Mi próbáljuk ezt avval a szeretettel átadni fiatalabbaknak. Sokan olyanok már részt vesznek a felvonulásba, akikre majd lehet számítani. És hát kellemes emlék volt eddig, és bízom benne, hogy a jövőben is az lesz. Szokás, hogy ugye óvodás csoportok is részt vesznek már manapság, az elmúlt évek során jellemző volt ezen a felvonuláson, ők lehetnek az utánpótlás? Hát bízom benne, mert tavaly egy járművel jöttek a csoportok, jött több csoportból tevődött össze a óvodások kis közössége, de most két zetorral kell készülnünk, már eleve tudom, tehát már most szélesedik egyre jobban, és ami a lényeg az, hogy a szülők is jönnek velük, tehát azokat is érdekli, nem csak az, hogy kísérik a járdáról őket, hanem ők is felülnek, szívesen részt vesznek, és én gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog. Egy újszerű is lesz még a vonulában. Ez pedig az lesz, hogy amit még eddig soha nem csináltunk, ugye van egy aranykalász baráti köre a Dérindi Művelődési Központnak, mint... Erről majd még egy picit beszélgetünk interjúnk végén. És csak annyit szeretnék mondani, hogy az ő programjukban most egy olyan szerepel, hogy kévéket hozunk.
méghozzá olyan buzzakévéket, amit saját kezünkkel arattunk le, Dániel Csaba földjén, amiért végtelen hálás vagyok, hogy engedte, kézi aratással természetesen, kaszával, sarlóval, kákóval, ahogy ilyenkor ez dukál. Megkötöttük a kévéket, azok most száradnak, várják az alkalmat, hogy majd a keresztet megrakjuk, majd a gimnázium előtti téren. Hát meglátjuk, hogy tetszik majd mindenkinek. Az útvonal ugye adott szerintem. Igen, el lehet szokásos. Mondani azt, hogy az elejétől kezdve ez volt az útvonal, vagy így volt egy van. Pici módosítás Nem, rajta? Nem, semmi az ég egyet a világon. Ez egy megszokott útvonal, ettől eltérni már most nem igazán javasolt. Hiszen ez a hagyomány. Ez a hagyomány egyrészt, és az, hogy a hagyomány miatt ugye a környező utcákból is oda sereglenek az emberek, tudják, hogy ez egy központi rész, jönnek, nézik, ha éppen táncolni kell, tán még táncolnak is. Tavaly sajnos ugye az időjárás közbeszólt, és gyakorlatilag le kellett fújni ezt a felvonulást. Igen. Az időjárás az reméljük az idén nem fordul elő. A sorsunkba, a tevékenységünkbe, az életünkbe, de bízunk benne, és én nagyon bízok benne, hogy ezt azért ebbe az évbe, hát ha nem esik ránk egy szemeső se, jó, rendben van, 2-3 cseppig elmegy az ember, de tovább ne legyen, mert nagyon sok munka van benne, és még az, hogy munka, hanem ahogy várjuk, és ahogy szeretnénk csinálni. És ahogy azt szeretnénk, hogy azt az embereknek megmutassuk, hogy azok, akik a járdán állnak, legyen az egy 10 éves, legyen az egy 15 éves, 20 éves, hát ha kedvet kap majd a jövőben. Kicsit átrendeződtek ugye az elmúlt évek során azért a szokások. Ugye Margó néni szervezte annak idején az aratóbált, és ezt most nem látni a programban. Igen, ebben egy kicsit változás történt, hiszen eltelt 3-4 év az utolsó bál óta, úgy vettük észre, igazgató úr is úgy látta, Szepesi Tibor igazgató úr, hogy talán változtatnunk kellene ezen a szokáson is, újszerűen, hiszen úgy igazán a munkája a hajtóknak, vagy a gépvezetőknek talán egy köszönömön kívül úgy nem volt elismerve, és úgy próbáltunk ezen változtatni, hogy a részükre egy kellemes vacsorával, műsorral egybekötött kis banketot rendezünk. Tavaly rendeztük először, nagyon jó lett, szinte a 100 emberből 95 ott volt, és ez megfizethetetlen egy ilyen rendezvénynél, hogyha már meghívjuk őket, ha már a rendezőknek, szervezőknek nagyon sok munkájába kerül, akkor ugye akikért szól, azok eljönnek és tiszteletüket teszik. Hát ez történt tavaly, és ezt próbáljuk az idén is megcsinálni. Bízom benne, hogy sikerül. Margó néni az előbb említette egy válasza során, hogy az Aranykalász baráti kör is új programelemként készül egy kis meglepetéssel erre a felvonulásra. Szerintem itt az ideje, hogy beszámoljunk arról, hogy Margó nénék, az Aranykalász baráti kör ismét sikeresen szerepelt egy kézijarató versenyen. Erről mit lehet tudnunk, hol jártak? Nagyon büszkék vagyunk rá, de talán mások is büszkék lennének erre a dologra, hiszen meghívást kaptunk az idén is a 12. aratóversenyre, főzőversennyel összekötve, és Kiskunfélegyházán voltunk, ahol nagyon szívesen fogadtak bennünket, nagyon törődtek velünk, és hát itt egy olyan sikert értünk el, hogy valóban igaz, mind a két kategóriába elhozhattuk az első díjat. Nem lehet szerintem már többször bebizonyosodott, hogy a karcagi birka pörköltet nem lehet lekörözni. Egyre jobban kedvelik az emberek, keresik, szeretik, csak még azt keresik, hogy is lehetne azt úgy valahogy megfőzni, ahogy a karcagiak megfőzik, de állítják, hogy nem lehet megfőzni. Emellett még számos olyan étek is szerepelt a étrenden, inkább így mondom, egyrészt tájjellegű, másrészt a régi időkhöz kapcsolódóan, amit nagymamáink
főztek annak idején, vagy készítettek az aratók részére is, ilyen például a gubakenyér, vagy a vízicibere, vagy tepertős pogácsa. Volt ott aztán olyan teríték, megjegyzem, hogy ugye arra nagyon, tehát a kapitányok nagyon sokat törődnek, és értékelik, hogyha úgy van egy reggelihez például, vagy egy ebédhez megterítve, hogy az a régi népi szokásokat előtérbe hozza. Na most ezért szerepelt a cibere is, vagy a gubakenyér, vagy mi ugye úgy hívjuk, hogy galaburgyi. Amellett, hogy a versenyben az is például részt vett, azt is olyan nagy lábassal készítettük, hogy azt is mindenkinek tudtuk adni, ingyen bérmentve megjegyzem, tehát ez azt jelentette, hogy nem csak a versenyzők kaphattak belőle, hanem az ott a látogató közönség is, mert az is szokott lenni. Aztán természetesen voltak olyan terítékek, amik már valamikor, mondjuk a 20-as években egy gazdának az ünnepi asztalára kerültek, legyen az egy kunsági kifli, persze szilvalekvárral megtöltve, és vagy például egy ferdinándi, meg sorolhatnánk azokat a kalácsokat, persze megjegyzem, csak kalácsok elsősorban, például fonott kalács, ami nagyon ízlet most is például a vendégeknek. Na most itt szeretném elmondani, hogy a főzés mellett az igazi versenyszám mind a 12 rendezvényen, elsősorban maga az aratás. Na most ugye ahhoz olyan személyek kellenek, akik azt a hasarlót tudják használni, azt a kaszát tudják használni, tudják, hogy kell a kévét megkötni, tudják, hogy kell, milyen egyenes rendbe kell azt a keresztet letenni, lehelyezni a földre. De ezt már én úgy gondolom, hogy ez alatt a 9 év alatt, amióta mi megalakultunk, azért már megtanultuk, hiszen itt helybe Karcagon nagyon sokszor kimegyünk, és a kézi aratás fortéjait próbáljuk elsajátítani. Segítünk is van benne, Ács Bandi bácsi, nem titok, ő nagyon sokat segít nekünk, hiszen mi is tanuljuk. Meg kell, hogy tanuljuk. Ráadásul Karcagot ugye egy nagy megtiszteltetés is érte ezzel a kézirató versennyel kapcsolatban. Igen. Mit lehet tudnunk a jövő évről? Hát annyit szeretnék elmondani, hogy egy rettenetes nagy öröm ért bennünket, mert ugye, ahogy jeleztem az előbb, hogy 12. alkalommal voltunk egy ilyen versenyen, ezt a kunkapitányok hozták létre 12 évvel ezelőtt. A kunkapitányok tanácsa most áprilisban úgy döntött, hogy 2017-ben Karcag lehet majd a rendezője és a szervezője ennek a versenynek, így aztán 13. alkalommal Karcagra fog kerülni. Nagyon nagy megtiszteltetés, mert a környező városokban akár Kunmadarasról beszélünk, akár Kunhegyesről, de Jászberényről, Jászapátiról, és sorolhatnánk a városokat. Már volt, ahol kétszer is volt, de Karcagon még soha, úgyhogy először jövőre Karcagon lesz. Nagyon készülünk rá. Ebben nagyon nagy segítséget kapunk, és a szívénbe viseli a rendezvénynek a létét polgármester úr, Dobos László polgármester úr, és Szepesi Tibor igazgató úr. Margó néni, sok sikert kívánunk a majdani jövő évi rendezvényhez. Biztosak lehetnek benne a szervezők, hogy mi is ott leszünk. Azoknak, akik nem tudják majd megnézni ezt a versenyt, természetesen itt a televízió képernyőjén keresztül láthatják majd. Margó néni, a jövő hét végére az arató felvonulásra esőmentes, sikeres rendezvényt kívánunk. Sok-sok felvonulóval, sok-sok érdeklődővel. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen, és nem tudom, van-e még annyi idő rá, hogy megköszönjem az eddigi segítségét bárkinek is, és köszöntsem előre egy kicsit az ünnepet, az ünneplő embereket egy nagyon szép verssel, ha elfogadják. Természetesen. Reményik Sándor, mindennapi kenyér. Amit én álmodom, nem fényűzés, nem fűszer, csemege, amit én álmodom, egy nép szájában betevő falat. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, lelki kenyér az éhező szíveknek, asztaláldás mindenki asztalán. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, nem cifraság a szűrőn, nem sújtás a magyarkán, nem hívságos ünnepi lobogó, kenyér vagyok,
mindennapi kenyér. Nem pompázom, de szükséges vagyok. Kenyér vagyok, mindennapi kenyér. Ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom. Kellek nap-nap után, kellek, tudom. De nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér? Csak boldog lehet, hogy megérte ezt. Kellek, ezt megérteni egyszerű, és nincs tovább. Az álmom néha kemény, keserű, kérges barna, mint sokszor a kenyér, de benne van az újrakezdés magja. De benne van a harchoz új erő, de benne van az élet. Köszönöm, Margonéna, hogy itt voltam. Én is köszönöm szépen, és boldog augusztus 20-át mindenkinek. Kedves nézőink, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.